Hello, sziasztok! Mostani videóban egy új baltát fogok bemutatni, letesztelni, kivesézni, átbeszélni. Ez pedig nem más, mint a Pályer Gyula féle Odin balta. Ez lesz a videónak a fő alanya. Gyorsan tereprendezés van itt kint, aztán mindjárt neki is állok. Úgyhogy, ha szeretnétek többet megtudni erről a baltáról, és arról, hogy mi is az én véleményem róla, akkor maradjatok! Az elmúlt napokban ezt a baltát elég sokat használtam, és egy alapos tesztelésnek vetettem alá. Természetesen többet csináltam vele, mint csak ez a rövid videóbejátszás. Ebből csak azt akartam nektek szemléltetni, hogy amire lehet, arra úgy, amire egy baltát használni lehet, az úgy nagyjából mindenre kipróbáltam. Hasítottam vele, vágtam vele, faragtam vele, kraftoltam vele, amit csak lehet, kipróbáltam. És elég vegyes érzéseim vannak ezzel a baltával kapcsolatban, vannak jó és rossz tulajdonságai, amit én észrevettem rajta, szerintem a rossz több van benne, mint a jó. Ugye ezt fogjuk egy kicsit kivesézni, elmondom, hogy én miért is gondolom ezt, hogy így van, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Amiért én megvettem ezt a baltát, az elsősorban a fejforma volt. Szerettem volna régóta kipróbálni egy magyar kovácsolt baltát, és erre esett a választásom. Kapásból a fej egy csalódást okozott számomra, ugyanis amikor én ezt megrendeltem, és hát amikor megnéztem ennek a baltának az adatlapját és a leírásait, a magyar kések oldalán, azt írták, hogy körülbelül 600 grammos. Ami nekem azt jelenti, én tisztában vagyok vele, hogy ez egy kézzel kovácsolt balta, és megértem, hogy lehetnek kisebb-nagyobb eltérések. És ez a körülbelüli 600 gram nekem azt jelentette volna, hogy esetleg az 550-650 gram, az a plusz-minusz 50 grammos eltérés szerintem, ami úgy megengedett, amikor azt mondják, hogy körülbelül 600 gram. Na most ez a fej, ez olyan 850 gram körül van, ami a balta leírásban szereplő 600 gram tömegnek az extra egyharmada, ami nagyon nehézzé teszi ezt a fejet. A másik dolog, ami nagyon nem tetszett, az, hogy ezt a baltát kézhez vételkor egy ekkora csorbulással kaptam. Ami nem tudom, hogy hogyan, mikor került rá, szállítás közben, vagy csomagolás előtt. Fogjuk rá, hogy szállítás közben történt. Na most én ezeket a hibákat jeleztem Pályer Gyuláék felé, hogy a balta fejtömege mennyivel meghaladja a leírtat, és hogy egy ilyen csorbulás is történt rajta. Viszonylag segítőkészen álltak hozzá az egész dologhoz, azt írták, hogyha nem vagyok vele elégedett, visszaküldhetem, és küldenek helyette egy másikat, vagy hogyha ezt szeretném megtartani, visszaküldhetem, és ezt a csorbulást kijavítják rajta. Úgyhogy a segítőkész hozzáállás megvolt, amit kimondottan értékelek tőlük, attól függetlenül ezzel a fejtömeggel szerintem azért az elég nagy különbség, az a 850 gram a 600-hoz képest.
Én már említettem, ez a 800 grammos, plusz 800 grammos fejtömeg nekem zavaró. Több okból is. Az egyik, hogy szerintem ezzel a nyéllel egy ekkora fejtömeg nem jó párosítás. A balta, mint korábbi videóban már említettem, az egykezes felhasználása szent eszköz. Egy ekkora nyelet, egy ilyen nehéz fejet, egy ekkora nyélel fölösleges megcsinálni, ugyanis egy ilyen tömegű fejet nem fogsz egy kézzel használni így. Ennek már nagyon nehéz a sújtása. Én egy jó erőben lévő embernek tartom magam, de egy ekkora fejtömegű baltát egy kézzel nem igazán használnék már. Ugyanakkor a nyél hosszúság, ez egy 600 g fejtömegű erdei balta, ez az, amit egy kézzel még biztonságosan meg tudok fogni, és kényelmesen tudok használni. Ezzel nem igazán lehet ezt csinálni. Szerintem ez az a nyél hosszúság, ahol egy ekkora fejtömegű baltánál az egykezes használat elég, talán ennyivel lejjebb, de innen is már nagyon erős az előre húzó erő, amiben nem igazán lehet biztonságosan kontrollálni. Lehet két kézzel használni, igen. Akkor az már nem balta, hanem felszeg kategóriába esik át, viszont ahhoz egy kicsit rövidnek tartom, és a nyél végét kidolgozatlannak. Nagyon szépen fel van polírozva a nyél, ami jó csúszós, és ahogy láttátok, két kézzel használtam, csapdostam vele, és megmondom őszintén, nem volt halálfélelmem, hogy kirepül a kezemből és elmegy, de azért ott volt bennem egy kis félsz, hogy ez a felpolírozott nyél és ez az eldolgozatlan nyél vég nem fogja megtartani a kezemben a baltát eléggé ahhoz, hogy tényleg úgy istenesen oda tudjak vele sújtani. Úgyhogy vágásnál egy kicsit úgymond visszatartottam magam, mert volt bennem egy ilyen kis félsz. Nem volt meg teljesen az a biztonságérzetem vele, mint például egy ilyen nyéllel, ami rendesen kiszélesedik. Ezzel a baltával például tényleg úgy istenesen meg tudom sújtani, mert nincs bennem az az érzés, hogy ez esetleg elrepülne a kezemből. Most a nyél után kicsit vesézzük ki a fejet. Mint már említettem, ez a nehéz fejtömeg nekem annyira nem szimpatikus. Ami viszont nagyon szép és nagyon tetszik, ez a szépen elegánsan elhúzott élszög. Nagyon jól néz ki, szuperül lehet vele vágni. Nagyon tetszett. Amikor megpróbáltam vele kanalat faragni, kisebb faragásokat végezni, vagy sátorkarót faragni vele, akkor is ezek a kétes érzéseim voltak ezzel a baltával kapcsolatban, hiszen maga az él és az élszög nagyon jól dolgozott, viszont megint a fejnek a mérete és a nyélnek a kialakítása, ami miatt nem tudtam olyan jól dolgozni vele. Amint láthatjátok, hogyha itt ráfogok, faragásnál egyébként se szoktam ennyire fönt fogni, inkább kicsit lejjebb. Ez a nagyon szögletes nyél kényelmetlen, meg nem esik kézre, nekem nem működik ez itt, ez a rész, ez valahogy úgy nem stimmel. Ezt jobban le kellett volna kerekíteni. A másik pedig, hogy az él csúcs a köpütől nagyon messze van. Itt van egy... Ez egy, mennyi volt? 2500 forintos balta, amit én lakítottam át. Ez se ideális. Ennél is vannak olyan faragó balták, amiknek körülbelül csak eddig ér el az élcsúcs. Ennek viszont köpőtől számítva még egy centivel előrébb van, mint ez. Ez megint csak a nagy méretből adódóan. Hogyha maradt volna abban a 600 g-os tömegben,
amit leírtak, akkor valószínűleg ez az élcsúcs is egy ennyivel közelebb lehetett volna hozni, sokkal ideálisabb lett volna kisebb faragó munkákra. Úgyhogy ebből az okból kifolyólag erre a kraftorásra, kézi munkákra annyira nem ideális, emiatt a nagy méretű, nagy súlyú fej miatt. Úgyhogy sajnos annyira nem tudom szeretni ezt a baltát, attól függetlenül, hogy milyen szuper az élszögnek a kialakítása. Szóval úgy érzem, egész jól kiveséztük ezt a baltát, ami igazándiból, mint balta, nem is nagyon tud funkcionálni. Azért gyorsan még egyszer nézzük át az előnyeit és a hátrányait. Kezdjük mindjárt a fejjel. A fej és a nyíl igazándiból nem jó párosul össze. A legnagyobb hibája ennek a baltának. Mint kétkezes szerszám, úgy, ahogy lehet használni, hogyha a nyíl rendesen megjelenne munkával, talán egy kicsivel hosszabb lenne, egy 60 centivel, azt mondom, hogy ez egy szuper fejsze lenne. Egy kisméretű fejsze, amivel nagyon jól lehet fákat kivágni, hiszen egy szuper vángójél van rajta. Ez az egyik legnagyobb pozitívuma ennek a baltának, hogy a vágóél, amit rá készítettek, az szuper, az hibátlan, nagyon jól lehet vele dolgozni, viszont megint a kettőnek az összepárosítása annyira nem lesz ideálisá. Mire is jó ez a balta? Így, ahogy van, ebben a formában szerintem ez egy hibás elgondolás, ez egy hibás kivitelezés, inkább ezt mondanám rá, ez egy hibás kivitelezés. Vannak nagyon jó dolgai ennek a baltának, de az egész, ahogy így össze van téve, a jó dolgokból is, meg a rossz dolgokból is egy rossz balta született, szerintem. Hogyha megmaradtak volna 600 g fejtömegnél, akkor azt mondom, hogy szuper. Akkor egyedül ezt a nyakvéget és az élvég, és a baltanyének a végét, ezt a két dolgot hoztam volna fel, mint hibának, hogyha megmaradnak a 600 g-os fejtömegnél. Így viszont sokkal több. Úgyhogy valamit tenni kell vele. Na szóval, átbeszéltük ennek a baltának a előnyeit, hátrányait. Láttatok egy kis rövid bevezetést arról, hogy mit is történt a baltával. És hát ez lett a végeredmény. Egy hosszú 60 centis nyíl került rá. Nem ez az eredeti nyíl, de ez volt az eredeti hosszúság, ez egy 50 centis nyíl. Így lehet látni, ez egy 60 centis nyíl. A legnagyobb különbség a nyílvég, ez egy rendesen kimunkált nyílvég. Egy stabil, biztos fogással, hogyha ezt megsuhintom, ez biztos, hogy ez stabilan marad a kézbe, ettől nem kell félni, hogy kicsúszik. Igazándiból említettem az előzőnél sem, ha rendesen megfogod, nem kell attól félni, hogy ki fog csúszni a kézből, viszont ott mindig megvolt az érzésem, hogy kicsúszhat. Ugye ez az előzőnek a maradéka, ezen egy nagyon-nagyon pici szélesedés van. Nem volt meg benne az a biztonságos érzésem. Mint balta, mint már említettem ennél is, ezzel a nyíllel is, hogy a kényelmes fogás az valahova eddig nyúlt le, hogy lehessen egy kézzel használni. Ez tulajdonképpen ezzel is megvan, ha egy kézzel akarod használni.
itt ezen a részen még meg tudod fogni, és egykezes munkákat tudsz vele csinálni, annyi különbséggel, hogy a nyél hátulját figyelembe kell venni, hogy merre mozog. De körülbelül ugyanazok a lehetőségei, mint ezzel az előző nyéllel, mint egykezes szerszámnak a használása, annyi különbséggel, hogy itt most a fej, a balta fej alatti rész a nyílnek a nyak része, ezen rendesen meg van munkálva, rendesen meg lehet fogni, kényelmes, nincs benne ez a szögletes, nem tudom, minek mondják, minek hívjam ezt, ez a szögletes rész. Itt ezt a részt, ez így nagyon jól, itt van egy ilyen megállító rész, stop. Ezt így nagyon kényelmesen meg lehet fogni kézben. Amit egy páran úgymond kritizálták a baltáimban, pont ezt a bütyköt itt, hogy nem tudják így megfogni és tollaságot faragni vele. Baltával nem kell tollaságot faragni, azt késsel csináljuk. Baltával vágunk, hasítunk, csapunk. Én ennél följebb soha életemben nem fogtam még így meg a baltát itt fönt. Csak tényleg, amikor videót csinálok és tollaságot faragok a videó kedvéért. De használat közben ez az a szorítás, ahol faragásnál apró dolgokat végzek vele. Én úgy gondolom, hogy ennek itt a létjogosultsága megvan. Egy felső szorításnak ez a rész, ez beleillik ide az új vájadba, és ez egy nagyon kényelmes, jó fogást biztosít. Ugyanakkor, mivel ez egy fejsze, amikor megsóintod, fölhúzod a kezed, és lecsapsz vele, akkor megint egy stop hatást érzékelsz vele, hogy igen, ott van a kezem a nyél végénél, onnan már lehet jönni visszafele. A színezés, hogy mégis megmaradjunk egy kicsit a vikinges stílusnál, ezt az alját magyarban nem találtam rá szót, ez a wood stain, ez a fa színező anyaggal kicsit ilyen vörösessel bekentem. A véres viking kézzel, miután lemészárolták az embereket, megfogdozták a baltát, fejszét, kicsit véres maradt. A nyelet egy nagyon tradicionális anyaggal kezeltem, mindjárt meg is mutatom. Erről már beszéltem egy korábbi videóban, ez a Stockholm tar, a Stockholm kátrány. Ez kimondottan a Skandináviából, Finnország, Norvégia, Svédország ebből a régióból származik. Ez egy fenyő alapú gyanta, amit elkátrányosítanak, elfolyósítanak. Ezt használják fa kezeléshez, és ezzel lett lekenve a nyelnek a maradék része. Úgyhogy ez lenne a hosszabbik nyél az Olin baltán. Kicsit vigyük ki, aztán csapdossunk vele. Ezt nézzétek meg! Nagyon szép tiszta vágások. Sokkal jobban vág ezzel a hosszabbik nyéllel, mint a rövidebbel. Sokkal biztonságosabbnak érzem kézben is. Sokkal jobban meg tudom suhintani. Mint fejsze,
ezzel a súllyal és ezzel a nyélhosszúsággal. Azt kell mondjam, ez az Odin balta, ez egy szuper jó szerszám. Nos, hát ennyi lett volna ennek a Odin baltának a bemutatója. Kielemeztem az elején, hogy mégis mik voltak a gondolataim, véleményeim és a tapasztalataim az eredeti baltával kapcsolatban. És ezt még egyszer elmondom, hogy az előző, az eredetinek is megvoltak a maga előnyei, de ahogy én gondoltam, ez a nyíl és a fejpárosítása több volt a hátránya, mint az előnye. Azt mondom, hogyha azt is elmondtam, hogyha ez a fej, ez maradt volna abban 600 g-os fejtömegben, mint amit megadtak a weblapon, hogy annyival készül, akkor ezzel a nyéllel sokkal-sokkal használhatóbb lett volna. Ezért is jeleztem át, mert a kettő együtt én szerintem nem volt egy jó párosítás. Ezzel a hosszabb nyéllel és egy rendes nyélvékkel, mint fejszep, azt mondom, ez egy szuper szerszám, és nagyon meg vagyok vele elégedve. A hosszabb nyél egyértelműen megadta azt a hasító erőt ennek a fejtömegnek, amivel pikpakát lehetett csapdosni, azt az ágat, amit láttatok a kertben, amit csináltam. Teljesen meg vagyok vele elégedve. Más nem is igazán tudok elmondani, még egy dolgot. Aki ezt a videót esetleg valamilyen szinten úgy gondolná, hogy én a Pályai Gyulát leszólom, vagy bántani akartam, az téved. Nekem a Pályai Gyulához semmi közöm, csak egy vásárló vagyok tőle. Én ezt a terméket kritizáltam, úgymond, nem magát a szemét, vagy az ő munkásságát. Egyedül ennek az egy baltának a minőség, nem is a minőségét, mert a minőséggel nincsen semmi baj, inkább csak a kivitelezésével voltak problémáim, ahogy nem, amit már elmondtam. Szóval ez lett volna a Pályai Gyula Odin újra töltve. Köszi, hogy néztetek, remélem, hogy tetszett a videó, bármi kérdésetek, észrevételetek van, kommentekben írjátok le. További szép napot, sziasztok!